Az ünnepség pontban 19 órakor kezdődött, és mint beharangozták, ennek több oka is volt. Az egyik az, hogy 100 évvel ezelőtt kezdték építeni az épületet, a másik, hogy beválasztották Szerbia 7 építészeti csodája közé, harmadsorban az, hogy elkészültek a megvilágítására szolgáló lámpák felszerelésével. A Jakab Dezső és Komor Marcell által tervezett és az akkori Magyarország államhatárai közé eső Szabadkán 1908-ban kezdett építkezést, 1912-ben fejezték be. Közel 6000 négyzetméteres. Tegnap este óta megközelítőleg 600, pontosan 565 nagy teljesítményű lámpával világítják meg. Az egybegyűltekhez Sasa Ucsinik polgármester szólt, aki egy mondatot magyarul is felolvasott a Városháza erkélyéről. A Városháza fényén kívánom ezt ma, világítson be a város lelkét és annak emberét. Az est folyamán fellépett több együttes és énekes, közreműködtek szabadkai írók, költők is. Nem hivatalos értesülések szerint a Városháza megvilágítása és az ünnepség költségei megközelítőleg 300 ezer euróba kerültek. Účastu stogodišnjice početka gradnje gradske kuće i njegovog proglašenja za jedno od 7 graditeljskih čuda Srbije, pušteno je rad nova dekorativna rasveta objekta sa 565 reflektora. Radove su izveli beogradski Mina Šreder i subotička rasveta. Vrednost projekta investiranog iz gradskog budžeta je 26 miliona dinara. Gradonačelnik Subotice najavio da će ovako dekorativno osvetljenje biti postavljeno na katedrali, pravoslavnom hramu, sinagogi i drugim objektima koji predstavljaju simbole grada. Prvi objekat izgrađen je 1751. godine, 4 godine nakon što je Subotica postala grad, drugi 1828. Radovi na izgradnji treće gradske kuće počeli su 1908. godine. Sva tri objekta građena su na istom mestu. Arhitekti su Jakab Dežu i Komor Marcell, koji su ovaj velelepni objekat izgradili u stilu secesije. Ovo zdanje je naš svetionik. Odavde polazimo i njemu se uvek vraćamo. Neka svetlo sa gradske kuće obasjava sve vaše pute. O istorijatu gradske kuće govorio istoričar Geza Vaš. Pesnikinja Marija Šimoković pročitala je pesmu u čast tvorcima gradske kuće. U muzičkom delu učestvovali su gudači Garden kvarteta, Dušan Svilar promovisao je svoj prvi muzički album, a sa Vidikovca je svirala grupa Perpetuum Mobile.